Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Wagner Lászlót, a Dunaharaszti Német Önkormányzat elnökét. És köszöntök mindenkit. Most már augusztusban járunk, utolsó hónap. Milyen programokon vett részt a német önkormányzat és csoportjai? Tehát pár hete a tudós találkozó után, ami én úgy gondolom nagyon jól sikerült és élvezetes volt. Nekem személyesen szerencsém volt Németországban kint járni 2 héttel ezelőtt, Gothában, az aktuális Európádén, ami jól tudom, ugye internacionális, Európára vonatkozó internacionális tánccsoportok, zenekarok és énekarok találkozója. Nekem ez egy nagyon csodatos élmény volt, egyrészt azért, mert nem csak mint néző vettem részt, hanem úgyis, mint mondjuk a Dunaharaszti Német Önkormányzat elnöke, és láthattam azokat a tánccsoportokat, akik Dunaharasztiról képviselték Magyarországot. Elsőként a Zenni Hádit, ugye, aki már nagy múltú az európai történetében, hiszen ők már többször szerepeltek külföldön, és ők egy nagyszerű tánccsoport, és hozták is a színvonalukat. Aztán egy másik tánccsoport, ugye a Dunaharaszti Sváb Táncház, akik egy fél éves alakulású, mondhatjuk, hogy a középkorú tánccsoport, akiknek mondhatjuk azt, hogy annyira technikájuk még nincs kiforva, viszont őrletes életérzéssel, nagy kedvel, és hát mondtad, nagyon nagy elánnal táncolták a táncaikat, élvezetes volt őket is látni. Ami viszont független volt ettől, és ezt most nem csak mint Dunaharaszti Német Önkormányzat elnöke mondom, hanem mint sváb ember, nagyon érdekes volt azt látni, hogy Magyarországról, ha jól tudom, és nem biztos, hogy pontosak a számok, 8-9 tánccsoport volt kint Németországban, de a 3/4-es sáv származású volt, tehát Mányról, Száról és Dunaharasztiról is, nekem az volt a legnagyobb élmény, amikor a vasárnapi fináléban a színpadra lépés előtt a speakerben mondta, hogy magyarországi tánccsoportok érkeznek, de sváb származású tánccsoportok, ők olyan németek, akik 300 évvel ezelőtt települtek be Magyarországra, és a nagy futballpályán kialakított 5 tánctérre megérkezett az 5 tánccsoport, mind az 5 német nemzetiségű, és egyetlen egy táncra, zenére táncoltak, csodálatosan fergetegesen, nekem az nagyon nagy élmény volt, hogy én nagyon szépen köszönöm mind a Zenni Hádinak, mind pedig a Schwab Táncháznak ez az élményt, amiben én is itt szerepelhettem, és amit megélhettem. Ez a nagyon rövid 2 nap alatt én szombat hajnalban érkeztem, és vasárnap délután jöttem el Németországból, de csodálatos volt, gratulálok nekik. Igen, azokkal a magyar csoportokkal beszélgettünk, akik ugye kint voltak, és azt mondták, hogy jövőre nem biztos, hogy részt vesznek az Európádén, mert hiszen ennek költségei vannak, és ugye mindenki az 50. Európádén szeretett volna részt venni. Német önkormányzat elnökeként mekkora esélyt lehet arra, hogy a haraszti csoportok is indulhassanak akár a jövő évi lengyelországi Európádi fesztiválon? Minden bizonnyal. Tehát én úgy gondolom, hogy látva a mostani sikereket, szerintem ez a két, nem azt mondom, hogy tánc, két egyesület, ugye? Mert a Zenni az egyesület, a másik csoport, a Schwab Táncház még nem, de szerintem ők mindketten egyenként maguktól is már arra gondolnak, hogy Lengyelországba mennek. Én nem nyilatkoztam az ő nevükben, de szerintem biztos, hogy így van. Én inkább a másik oldalt mondom, tehát én pont miután megérkeztem Gothából, pár napra rá találkoztam Bersánszki Árpival és Szedes Sándorral, és ugye akik egy másik tánccsoportban táncolnak, ők a Haraszti Fiatalságok Egyesületében, és próbáltam őket kapacitálni, hogy ők, akik még nem voltak egy ilyen rendezvényen, független attól is vannak olyan híreik, amik miatt nem mentek el, vagy esetleg pont a pénzügyi rész miatt, vagy eddig ezt a szervezést még nem sikerült megoldaniuk, hát úgy, hogy fél katonai kötelezőnek mondtam nekik, hogy ezt meg kell követni, ezt egyszer ki kell próbálni, meg kell érezni, hogy mi van ott. Tehát én szerintem enélkül táncos ne hagyja abba a táncot, majd valamikor időskorában ugye nem ment el Európára, ez egy fantasztikus dolog. Erről biztos fogunk beszélni a jövő év folyamán, a jövő év költségvetése folyamán, úgyhogy lehetne kicsit egységesebben mondjuk Harasztiról kimenni, és több egyesületnek, tánccsoportnak megmérettetni, ez egy nagyon nagy kihívás és nagyon szép feladat.
Igen. Térjünk át a következő programokra. Ugye augusztus 20-án szintén rendezvény lesz a Német Tájháznál. Mit kell tudni a programról? Az aktuális búcsúpartinkat, tehát a donoszi búcsúhoz kapcsolatot polkapartinkat fogjuk megtartani augusztus 20-án kedden. Tavaly évben erre nem került sor, az a német önkormányzat csatlakozott a város rendezvényéhez a búcsúban, vagy a búcsútéren. Úgy gondoltuk, hogy idéntől ismételten átveszük ezt a fonalat, és a tájházban tartjuk a nemzetiségi rendezvényt. Meg is hívtunk minden tánccsoportot, illetve minden énekkart erre a rendezvényre. Nem szeretnénk természetesen túl húzni, a tánccal és a szórakozással szeretnénk foglalkozni, viszont ez egy kenyérünnep lesz, ahogy már volt a tájházban. 17:30-ra meghívtuk Láng András esperes atyát, hogy egy kenyérszenteléssel és egy rövid imával emlékezzünk meg, és adjunk ünnepi hangulatot ennek a rendezvénynek, azután pedig kb. Fél órában jönnek a tánccsoportok, és megtörténne maga a folklórműsor, és úgy tervezünk 6 órától fél héttől, pedig indul a polkaparti, Újfalúra az Újflerbom zenekar fog játszani, akik az utolsó találkozón is itt voltak, és akik a menet zenét is játszották. Úgy gondolom, hogy itt is az élményben lesz részünk, és egy jó hangulat augusztus 20-át, egy búcsú estét fogunk eltölteni a tájházban. Igen, ez ugye augusztus 20. Augusztus 20-án. Kicsit távolabbra tekintve, ugye a német önkormányzat minden évben megrendezi a szüreti felvonulást. Most lesz egy kis változás is, ha jól tudom. Igen, tehát azért távolabb, mert mondjuk augusztus szeptember az még egy blokkban lenne, csak az a szeptember 28-i szombat, amit mi a kalendáriumban is meghirdettünk, az csúszni fog. Pár hónappal ezelőtt a városvezetése kért fel minket arra, kimondottan Kar József alpolgármester úr, aki ezt a rendezvényt, tehát a születi felvonulás, a születi ünnepség, vagy ez a hétvégéhez kapcsolódó testvérvárosi programot szervezi. Tehát Józsi kért meg minket arra, hogy lehetőség szerint toljuk el egy héttel a születi rendezvényt, mert Aldorf városából érkezik egy kb. 40 fős publik, 40 fős látogatói csoport, akiket úgy szeretnek megvendégelni, hogy egyrészt lássák Harasztit, másrészt pedig részt vegyenek a születi felvonuláson a borünnepen is. Úgyhogy ezt a szeptember 28-át áttoltuk október 5-ére, az a következő szombat. Egy kicsit üti soroksárt, ez volt az első év, amikor abban egyeztünk meg, hogy Takson Sovjas Haraszti, lehetőségesen ne egy hétfő rakja a születi rendezvényeit, hogy mindenkünk el tudjon menni a másik rendezvényre, de Weimann Tónival megbeszéltük Soroksár német önkormányzat elnökével, hogy ez most egy testvérvárosi kapcsolat, ez egy komoly rendezvény nekünk is. Úgyhogy október 5-én lesz egyrészt délelőtt, ahogy eddig is volt, a gyerekes szülők számára a tájházas borünnep, ugye, ahol mind borpálinka, illetve must kóstolás, mert a gyerekek szüretelhetnek, szőlőt taposhatnak, préselhetnek, tehát a mustkészítés, szőlőkészítés fortiait sajátíthatják el, illetve ismételten lesznek ügyességi játékok, hogy ez lenni szokott nálunk délelőtt, és délután 3-tól szoktunk gyülekezni a tájházban, azután pedig indul a menet. Konkrétan, hogy milyen útvonalon, az majd a későbbiek folyamán kiinformáljuk, hiszen van még 2 hónapunk, de a lényeg az, hogy mindenki tudja, hogy nem szeptember 28-án szombat, hanem október 5-én szombaton lesz ez a születi rendezvény, és aznap este természetesen születi bál lesz a kultúrházban, ugye a Szántóban, és ott a művelődésházban. Ide is megvannak hívva német vendégek, úgyhogy azt szeretném, hogyha minél többen jönnek Harasztin, egyrészt azért, hogy szórakozzanak, másrészt pedig azért, hogy ez a német küldöttség is lássa, hogy micsoda kulturális élet működik ma Harasztin, és milyen boldog tudunk lenni egy születi felvonulás kapcsán, egy ilyen esemény kapcsán. Igen, és még előtte augusztus 20-án 17 óra 30-kor kezdődik a program a tájházudvarán. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet.